Honvédelem napja. Növekedett a turizmus térségünkben. Egyre több az elhízott gyerek. Egészségügyi helyzet Abátszalókon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. június 4-én 18 óra 5 perckor. A Honvédelem napja alkalmából rendezett ünnepi koszorúzást a Karcagi Nagykunbajtársi Egyesület, az Ifjúsági Ház Volt Hemó épületénél lévő emléktáblánál. Rab János nyugalmazott őrnagy az Egyesület elnökének emlékbeszédében elhangzott, hogy a Magyar Honvédelem napját ezen a mai napon ünnepeljük. Ez az esemény sokáig vitatott témája volt a tavaszi hadjáratnak. Ma már elfogadott tény, hogy a támadás további folytatása Bécs irányába sok nehézséget, ellátási problémát vetett volna fel. Helyette Buda visszavétele reális célkitűzés volt az akkori honvédség vezérkara részéről. A megnőtt utánpótlási útvonal, a kimerülőben lévő, mai szóval élve logisztikai készlet, a hadsereg hátában levő erős budavári osztrák helyőrség, mind azt sugalta, hogy vissza kell fordulni, és fel kell szabadítani Budát. Ezt a tervet sikerült végrehajtani, erre emlékezünk ma. Ha az 1849-es évben a dicsőséges tavaszi hadjárat megkoronázásaként foglalta vissza a Magyar Honvédsereg a budai várat a császáriaktól. Ha az országos jelentőségű események árnyékában itt Karcagon ennél az emléktáblánál emlékezünk, immár 12. alkalommal. Meghívtunk tulajdonképpen minden egykori katonatársunkat, akik hát különböző településeken élnek már azóta, a helyi lakosság közül is megszólítottunk mindenkit, akit tudtunk, illetve hát a egyesületünk tagságát is meghívtuk, mert ma már nem mindenki katona, tudjuk, de aki egyet ért ezekkel a hagyományápoló megmozdulásokkal, rendezvényekkel, azok a tagságunk sorai között van. Bokor József nyugdíjas alezredes a Karcagi Laktanya története című könyvében bővebben olvashatnak az érdeklődők. Az egyesület tagjai 2012-ben kopjafát állítottak a Balatonkenesei Honvéd üdülő területén a karcagi egykori katonai szervezetek emlékének megőrzésére is. Ott is minden évben koszorúznak. Ha volt laktanyában, amely már ipari funkciót lát el, a 2010-ben kialakított emlékszobát, ahol a karcagi laktanyai életet, katonai iratokat, ruházatokat mutatják be, nézték meg az egykori katonák. 12. alkalommal rendezzük meg ezt a koszorúzást, és utána egy emlékutazás időzőjelbe kimegyünk a laktanyába, és megnézzük a mostani állapotát, és emlékezünk a régi szép időkre, amikor még ott dolgoztunk, ott teljesítettünk szolgálatot. Két emlékszoba van berendezve, ahol egykori fényképekről, fotókról és egyéb tárgyi emlékekből lett kiállítás rendezve, amit jó szívvel ajánlok mostani diákoknak is, érdeklődő felnőtteknek is. A megemlékezésen Horvátné Halász Klára őrnagy, az MH katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság, egyes toborzó és érdekvédelmi központ Szolnok érdekvédelmi részleg részlegvezetője helyezte el az emlékezés koszorúját, majd az önkormányzat és az egyesület is egy-egy koszorúval emlékezett. Újabb bevételi rekordot könyvelhetett el a belföldi turizmus az első negyedévben. Az egyik internetes portál elemzése alapján a növekedés 12,5% volt. A rekordszámú hosszú hétvége megtette a hatását. Újabb csúcsot ért el a belföldi turizmus az első negyedében. A bővülés meghaladta a 12%-ot 2017 hasonló időszakához képest. Mindenképpen nagyon pozitív hatása van az emelkedett hosszú hétvégék számának. Így volt ez nyilván húsvétkor, pünköstkor, így volt május 1-én, észrevehető, hogy az emberek ilyenkor szeretnek kimozdulni, és
kicsit új környezetben, esetleg programokban aktívan részt véve eltölteni a szabadidejüket. Szopko Rita, a Berekfürdői Hotel termálpávai szállodavezető helyettes elmondta, hogy a turizmus nagyon sok minden befolyásolja, így minden évben tapasztalható eltérés. Ebben az évben nagyon pozitív hatása van a hosszú hétvégék számának. A turizmus nagyon sok minden befolyásolja, nyilván az időjárástól kezdve sok tényező, így ugye minden évben tapasztalható eltérés. Én azt mondanám, hogy általában márciusban indul be a szezon, ezt idén is így vettük észre, de ezzel párhuzamosan, vagy ezzel egy időben folyamatosan nő az érdeklődés, és már most nagyon sok szobánk elkelt, akár a nyári vagy az őszi szezonra is. Márciusban indul be a szezon, és ezzel egy időben folyamatosan nő az érdeklődés is. Az elő- és utószezonban a nyugdíjasok, a főszezonban inkább a családos vendégek keresik fel a szállodát. Jellemző az elő- és az utószezonra a nyugdíjas korosztály, a főszezonra pedig a nagy családosok. Egyik nem zárja ki a másikat, tehát a nyugdíjas korosztály is képviselteti magát a nyári időszakban is, de olyankor nagyon örülünk a családos embereknek is, akik gyerekekkel érkeznek. Kicsit más hangulata van ilyenkor a szállodának, de mindenkit szeretettel várunk az év bármely szakában. A szállodavezető elmondta, hogy a családosok körében a hosszú hétvégék népszerűek, a nyugdíjasok 7-15 nap között foglalnak szobát. A családosok inkább hosszú hétvégékre szeretnek érkezni, főleg iskola szezonban, ugye majd csak a nyári szünet ideje alatt tudnak elszakadni, egy-egy hétköznapi csomagot igénybe venni. A nyugdíjas korosztály szeret nálunk berendezkedni egy hétre is akár, vagy most is van nálunk, aki 15 napot itt van, kezeléseket vesznek igénybe, és ők jellemzően visszatérőek egyébként, tehát jól ismerik a szolgáltatásainkat. A foglalások nagy része már interneten keresztül történik, de még mindig jellemző a telefonos megkeresés is. A weboldalak sokszor nagy kedvezmény biztosító ajánlatokat kínálnak a pihenni vágyóknak. Nyilván most már egyszerűbb a tájékozódás, ugye bárki az okostelefonján ül az autóbuszon, vonaton, már onnan is elérhető a világ minden pontja, így nyilván onnan szerzik be az információ egy részét, de még mindig jellemző, hogy nagyon sokan ide telefonálnak, érdeklődnek. Ugye itt is a korosztály válogatja, hogy ki milyen médián keresztül foglal nálunk, a fiatalabbak nagyon barátságosan, tehát az internetet hozzáértően kezelik, és így keresnek minket, az idősebb korosztály pedig telefonon keresztül. A szállodavezető helyettes azt javasolja, hogy a nyári nyaralást minél előbb foglalják le, mert még találhatunk néhány last minute ajánlatot az interneten. Akár csak egy-két szoba is egy hétvégén vagy egy hétköznap, ki mit szeretne tervezni, de mindenképpen javasolnám, hogy minél előbb próbálja beszervezni a szabadságát. Kerékgyártó Lászlóné és családja Debrecenből érkezett Berekfürdőbe. Elmondta, hogy évente 2-3 alkalommal járnak wellness szállodába. Az erősödő létbiztonságnak és a jó ajánlatoknak köszönhetően évről évre egyre többször jutnak el pihenni, és több napot is tudnak eltölteni a szállodákban, mint néhány évvel ezelőtt. Hát általában nem is mindig wellness szállodába megyünk, hanem itt Berekfürdőre sokat eljövünk, a kempingbe szeretünk lenni. Ott van egy csodálatos kis kőház, és ott szeretünk lenni. Szállásra átlagosan 35.382 forintot költöttek a magyarok, ami 10%-kal több, mint 2017 első negyedévében. A legnagyobb növekedést a 150-200 ezer forint. A legnagyobb növekedést a 150-200 ezer forint értékű foglalásokban mérték. Csak nem megduplázódott az elhízott gyermekek száma az elmúlt 20 évben. Ennek leggyakoribb oka a helytelen táplálkozás, közölte az első 1000 nap program és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége az Európai Elhízás elleni nap alkalmából. A közleményben azt írták, a legfrissebb felmérések szerint az európai tizenévesek csak nem harmada túlsúlyos vagy elhízott, 10-ből 6 érintett pedig felnőttként is súlytöblettel küzd. Ez jellemző, hogy el vannak hízva a fiatalok, és nem csak a felsőbb osztályokban, hanem az alsós évfolyamokon is. Hát ez ugye visszavezethető egyrészt genetikai területre is, másrészt pedig a helytelen táplálkozásra.
Kiemelték, a gyermekkori elhízás sokkal veszélyesebb, mert náluk 30%-kal nagyobb eséllyel alakul ki magas vérnyomás, kettes típusú cukorbetegség vagy szív- és érrendszeri megbetegedés, mint azoknál, akik csak felnőtt korban küzdenek plusz kilókkal. Teljes mértékben megoldani nem lehet, mi segíteni tudunk ebben, hiszen úgy gondolom, hogy ennek a megoldása együtt közösen a családokkal lehetséges. Egyrésztről figyelni kell a gyermek táplálkozására, hogy mit eszik. Ugye kerülnék kéne a sok tésztaételt, a pizzát, a különböző hamburgereket, és sorolhatnám ezeket, és sokkal több egészséges élelmiszert kéne fogyasztani, amelynek ugye az alapja a sok-sok zöldség. Mi, mint iskola, mit tudunk tenni ennek érdekében? Egyrészt a mindennapos testnevelés támogatja ezt a célt, hogy ezt egy kicsit kompenzáljuk. Másrésztről nem csak a tanórán, hanem a tanórán kívüli foglalkozásokkal is tudunk ezen segíteni. Például a mi iskolánkban a gyermekek pingpongozhatnak, szivacs-kézilabdázhatnak, focizhatnak a fiúk, illetve a lányoknak van olyan foglalkozás, a séfecskék csoportjának, ahol egészséges alapanyagokból egészséges ételeket tanulnak meg elkészíteni, és azt el is fogyasztják ezen a foglalkozáson. Ezeket a recepteket hazaviszik, és otthon is tudják a szárnyaikat próbálgatni. Tehát az iskola, amiben tud segíteni, azt megteszi. Hangsúlyozták, ezek a betegségek megelőzhetőek a fogantatástól 2 éves korig tartó időszak megfelelő táplálásával, az első 1000 nap táplálása pedig hatással van a szellemi és nyelvi képességek, valamint az immunrendszer fejlődésére. 1 éves kor felett minden harmadik családban ugyanazt teszik a babák, mint a család többi tagja, így jóval több szénhidrátot, fehérjét, sót és cukrot visznek a szervezetükbe, pedig tápanyag, vitamin és ásványi anyag igényük jelentősen eltér a felnőttekétől. Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke és az első 1000 nap program szakértője a közlemény szerint felhívta a figyelmet, hogy az európai népesség több mint fele túlsúlyos vagy elhízott, és ez az arány a jelenlegi tendencia szerint tovább fog növekedni. Hozzáfűzte, a felnőttek naponta legalább 5 órát töltenek ülőhelyzetben, annak ellenére, hogy a mozgásszegény életmód számos krónikus betegség ismert kockázati tényezője. A legfrissebb felmérések szerint a gyerekek sem mozognak eleget. Európában a serdülőkorúak 2/3 és a 15 év feletti korosztály 60%-a egyáltalán nem él aktív életet. A megkérdezettek több mint fele pedig soha vagy ritkán végez bármilyen más típusú fizikai aktivitást, mint például a kerékpározás vagy a táncolás. Balog Gyula, a Bátszalók polgármestere beszélt a településen folyó egészségügyi helyzetről. A település önkormányzata mindent megtesz azért, hogy megfelelő legyen Abátszalókon az orvosi ellátás, nyilatkozta televíziónknak Balog Gyula polgármester. Néhány évvel ezelőtt Európai Uniós forrásból sikeresen felújították a rendelőt, ahogy jelenleg is zajlik az ellátás. A település önkormányzata nagyon sokat tesz, mindent megtesz azért, hogy a településen jó legyen az orvosi ellátás. Néhány éve felújítottuk az előző Európai Uniós forrásokból felújítottuk a rendelőnket. 2 felnőtt és 1 gyermekorvosi praxis van, valamint Abátszalók orvosi ügyeletet is ellát a környező települések lakói számára is. 2 felnőtt praxisunk van és 1 gyermekorvosi praxisunk. A 2 felnőtt praxisban van saját házi orvosunk, a másik praxis az üres, ott helyettesítő orvossal látjuk el, szomszédos településről jár át a házi orvos, de problémamentesen, zökkenőmentesen látja el a feladatot. Szoktak átjárni a környékbeli településekről is, ez természetesen a praxisban, ahogyan a hétköznapi rendelés folytán az orvoshoz a kártyát, hogyha valaki beadja, akkor ezt itt a Bátszalókon is elfogadják és ellátják. Tervek közt szerepel egy új épület létrehozása azért,
hogy a gyermekorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot egy épületben lehessen a pácienseknek elérni. Mindezt topos forrásból kívánják megvalósítani. A gyermekek részére pedig egy gyermekorvosi praxis működik a településen. Ez nem a központi rendelőben, hanem egy másik rendelőben történik. Annak a kiváltására adtuk be a pályázatot a topos források közé, és egy új gyermekorvosi rendelőt szeretnénk a védőnői szolgálattal egyben. Jelentős a Bátszalókon, hogy 2016-ban mentőpont alakult meg, ahol a mentősök a legnagyobb odafigyeléssel és hatalmas tapasztalatokkal végzik az előforduló esetek ellátását. 2016-ban a település mentőpontot alakított ki ugyanebben az épületben, hiszen központi orvosi ügyeletet is ellátunk a Bátszalók Tiszabura körzetében, és a nappali szolgálatot pedig most egy mentőpontként működtetjük, hiszen kunhegyesi mentőszolgálatosok látnak itt el szolgálatot reggel 7-től este 7-ig. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!